A székesfehérvári Aska-Menhely mindkét telephelye túl zsúfolt, több mint 400 kutya vár gazdára. Szinte nincs olyan nap, hogy ne találnának a telephely kapui előtt egy kartondobozt tele kiskutyákkal vagy épp kikötözött fajta tiszta ebeket. Az Aska titkára szerint legtöbben az új jogszabályváltozás miatt döntenek úgy, megválnak kedvencüktől. Ugyanis 4 hónapos kortól kötelező csipezni a kutyákat. Egyesek azonban nem vállalják a pár ezer forintos költséget, és inkább megszabadulnak tőlük. Nagyon sokan először is nincsenek tisztában azzal, hogy mi az a mikrocsip, másodszor pedig azt gondolják, hogy ez valami irreálisan magas költséget jelent, pedig hát egy egyszerű beavatkozás és nem egy olyan irreális költség. A kutya életében mindössze egyetlen egyszer kell ezt a beavatkozást elvégezni, és egy életre szól. Nagyon jó megoldás, mind a kutya szempontjából, mind a gazda szempontjából pillanatok alatt össze lehet őket fésülni, hogyha ne talán elveszne az ebb. A gyepmesterek is folyamatosan dolgoznak, a nap 24 órájában hívják őket kóborkutyák miatt. Azt tanácsolják, senki ne próbálja meg egymaga befogni az állatot, hiszen veszélyes is lehet. Mindenképpen kérjék gyepmester segítségét. Úgy kell megközelíteni a kutyát, hogy azért valamiféle tapasztalatnak kell lennie, magában a kutyának látnia kell, a kutyán látni kell, tehát azért, hogy mennyire agresszív, mennyire kezes, vannak ezek az úgymond sunyiféle odaengetés, akkor utána balhézik úgymond a kutya, de megoldható esetek, hol jön a kutya, akkor bódítót szoktunk neki adni, ami igen, jól bevált módszer. A menhelyek vezetői egyébként azt kérik a segíteni akaróktól, akiknek van feleslegessé vált takarója, kabátja, gondoljanak az állatokra és juttassák el azokat a telephelyekre, hiszen a hideg időben nagy segítséget jelentenek ezek az adományok a menhelyi állatok számára.